kedves nézőink! Hölgyeim és uraim! A Boros Bocskorsó vendége! Komár László! Ja. Hú, de hogy lefejelted a Bocskornak a sisakját? De tudod, mi volt a vicc? Erre nem készültünk, és Laci fejelt, én is fejeltem, majdnem összetalálkoztunk. Nem érdekes, van belőle másik. Ide figyeljetek, de erről a témáról nem beszélünk. Nem, erről nem beszélünk, ezt meg is beszéltük. Nem, csak azt akartam megkérdezni még, hogy homlokkal próbáltam már úgy szöget levezni. Ez a csont. De még mielőtt tovább mennénk, én azt tanultam gyermekkoromban, hogy édes fiam, ha vendégségbe mész, igen, akkor vigyél magaddal ajándékot. Jaj, akartam mondani. Tessék. Kapitány, gyere csak be, légy szíves! Kapitány úr! Kapitány úr, szia! Ne felejtsd el a szokásos két dekát. Egy rum. És még egy rum. Várom. Azért mutassuk be, mert kapitány végig hátalált. Ő az a kedves úr, aki, amikor mi a Slágerrádióval, a Bumeránggal járjuk az országot, ő mindenhol ott van. Fizeti a vonatjegyét, ki tudja miből, és minden alkalommal a színpadra felhelyez a Borosnak, a Vogának és nekem egy-egy üveg kis rumot. És most ez Laci meglepetése. Kapitány úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Mi olyan vendégeket szoktunk meghívni ebbe a műsorba, akik valamilyen módon, valamilyen titkot hordoznak magukban. Van egy külön nyomozó csoportunk, és dokumentumtárunk is van, és nagyon sokat dolgozunk azon, hogy megfejtsük ezeknek az embereknek a titkát. Laci, most szembesítünk téged egy olyan dologgal, amit vagy elismersz, vagy nem. Én egy nyitott könyv vagyok. Nem, az igazi nyitott könyv az most jön. Figyelj! Reméljük. 1977. augusztus 16-án látszólag meghal Elvis Presley a király. Valójában azonban a Gracelandben megrendezett temetés csupán egy cirkusz volt. A koporsóban egy Elvis rajongó, Tom Jones feküdt, aki majd csak 20 év múlva támad fel a sírból, Sexbomb című dalával. Ez alatt a CIA főhadiszállásának mínusz 150. emeletén fagyos légkörben folyik Elvis kihallgatása. Tőle tudja meg a CIA, hogy Kubában Castro átvette a hatalmat, valamint, hogy nem Louis, hanem Neil Armstrong lépett a Holdra, és hogy Ray Charles valójában nem vak, csak senki nem mer szólni neki, hogy a vastag keretes napszemüveg már rég kiment a divatból. A vallomása után Elvist a CIA Budapestre menekíti. A Boros Bocskor Show nyomozóirodájának birtokába jutott felvételeken jól látszik, amint a sztár az első tétova lépéseit teszi az új világban. Itt végzik el rajta a tanúvédelmi program keretében a plasztikai műtéteket. A király arcának átalakítására így emlékszik a beavatkozást végző orvos. Komplikált eset volt. A homlokát egy fémlemezre kellett kicserélnem, csak később értettem meg miért. Meg aztán nem is volt olyan fű raktáron, ezért delevérfüleket vartunk neki. Ettől a sötétben is lát, és akkoriban antenna nélkül hallgatta a Szabad Európa. 1978-ban már Budapesten sétál, mint Komár László popénekes. Az akcentusát pár év alatt leküzdi. Ezért a CIA megszervezi, hogy a Hungaroton a monopól helyzetben lévő állami lemezkiadó megrendelje tőle az Emlék Elvis Presley című nagylemezt magyarul. A bakelit korongon hallható dalok még a kételkedő CIA ügynököket is maradéktalanul meggyőzi, hogy Elvisnek Kelet-Európában a helye. Ő mondani fog, énekel, mivel jobb lett, mint volt halála előtt, you know. Inkább kiadni neki lemezt itt, mint menni vissza USA, ott ugyanis már menni nagyon jól a kulcstartó, meg az aura, meg a business. Elvis nehezen viseli a kedilekek és Priscilla hiányát, ezért az alkoholba menekül. Komár álnéven sorba jelenteti meg lemezeit. Sikeres lesz, de a maffiától még a mai napig tart. És hogy a szörnyű titok ne derüljön ki soha, még olyan talkshow meghívását is kénytelen elfogadni, mint például a Boros Bocskor Show. Na, hát ez... Teljesen levetetted az akcentusodat. Nekem tetszett. Semmi akcentusod nincs. Ugye? Hogy csinálok? Szóval azért azt tisztázzuk az elején,
hogy én nem voltam soha Elvis imitátor. Én igaziból Elvis Presley rajongó vagyok, én nagyon szeretem Elvis dalait. Egyszer-kétszer úgy ütöm, hogy ezt aztam az ruhát. Hé, Bart! Nem jössz inni? Jó. Hoppá. Abból aztán azt lesz nagy tekvandó. Ez a nagy mongol import, vagy milyen? És aztán utána énekel, hogy tekvandó! Ott tartottunk, és azt mondtad, és ezzel teljesen egyetértek, hogy te nem Elvis imitátor voltál, hiszen a világ tele van Elvis imitátorokkal, hanem ahogy mondtad, szeretted Elvist, és gyakorlatilag abban a műfajban váltál te is nagyon népszerű. Mégis rányomták a bélyeget, hogy a magyar Elvis. Ez rossz volt? Ez olyan, mint a litván Frank Sinatra? Hát, majdnem. De most olyan ennél szebb is, mert a magyar Elvis az még rendben van, de volt ilyen is, hogy Elvis Presley magyarországi helytartója például. Na miért? Ez megtisztelő. Nem konzul jelleg. Tiszteletbeli konzul, igen. Most nem mondom azt, hogy nem nyaldost a hiúságomat, mert azért mi az kampolóban, amikor elkezdtünk játszani, azért forgok erre. Persze, azért forgószék. Állati kényelmes kis székhez. Na most 62-ben, mikor elkezdtem énekelni, akkor koppintottuk Elvist. És tényleg annyira kihallgattunk mindent, hogy olyan legyen, és ezeket a manírokat, artikulációt, tehát úgy próbáltam csinálni, hogy tök Elvises legyen. Szóval bejött egy srác a Vigyázó Ferenc utcai klubunkban, és el volt tájul, hogy élő zene van, oda jött hozzánk, és azt mondja, hogy én azt hittem, hogy gép Magnóról, akkor még szóval Magnóról telt a Magnót, és tényleg tökéletesen csináltuk, legalábbis mi igyekeztünk, na, maradjunk ebben. És aztán ezt követően, amikor az Elvis emléklemes csináltam, amit itt lehetett az imént látni, akkor viszont már a saját hangomon énekeltem, mert amikor kitalálták ezt az Elvis Presley emléklemezt, ez eredetileg angol nyelven készült volna. Igen. Csak Presser Gabi barátom hatalmas ötlete volt, hogy énekeld el ezeket a dalokat magyarul. Hát azt hiszem, hogy leesek a cseresznyefáról, mert kim voltunk nála a Leányfalon, cseresznyészettünk éppen. Mondom, átvillant az agyam, hogy Jézusom, ellipszis körzővel, hát elviszoltákat magyarul, hát ez lehetetlen, mert tudod, jailhouse rock, hand, you are not one hand dog, ezek így szólnak. Így van. Na most ezt magyar nyelven gáz, na végül is nekiveselkedtünk. Azt találtam ki, Juhász Sanyival összedugtuk a fejünket, hogy úgy próbáltuk megoldani, hogy szinonimákat kerestünk, tehát az angolnak megfelelően, például mondok egy példát, az Árulom Szamtunál című dalt elénekeltem, de már előttem a Korda Gyuri elénekelte a Bradányi szövegével, ugye magányos vagy ma éjszak ezt egyenes fordításban, na most mi is azt tettük, hogy lefordítottuk előtte a nyers fordítást, és aztán megírtuk. És akkor ő elénekelte, hogy ugye magányos, de mert éreztem, hogy ez úval nem lehet sort kezdeni, és akkor ez eszembe villant, hogy hasonlóan például, Are you lonesome tonight? Árva bús éjszakán, bár a könny és magányos. Tehát ugyanarról szól a dal, csak igyekeztünk olyan magyar szavakat. Hát de lehetett volna keverni is. Are you magányos vagy? Hát az oda nem jön. Hát éppen lehet éppen. Ez olyan, mint a Kocsmárosné Golden Flower például. De hát... Miután magyarul énekeltem el, nagyon fontos adalék, mert a 10 000 helyett kb. 270 000 példányt adtunk el. Hoppá. Az akkori világban is elég sok szám volt. Laci, te hasonlóan egészségtelenül, ha most már maradjuk az Elvis párhuzamnál, egészségtelenül éltél, mint ő nem a drogokat illetően, hanem ő is nagy zabagép volt. Te is azért szereted a hasad rendesen, nem? Hát most régen, nézd, a súlyommal állandóan gázol, és most is úgy az van, hogy most 76 kiló vagyok. És ez a versenysúlyom, de a szervezetem szeretne 85 lenni. Az étvágyad. Na most, hogy meg tudnék inni 1-2-3 sört, a világon semmi baj nem lenne. Csak éhes lennék, ennék, akkor 85 kiló lennék, és akkor el kéne kezdenem fogyókúrázni, és ez így menne, menne, és a fogyókúrázás, ez borzasztó dolog. Szóval 2-3 hétig, egy hónapig, és semmi, csak tisztítókúra, meg hát mozgok, ha már is húzókat, nézni szeretem csak, de nekem is van otthon az előszobában két... egy 10 kilós húzó. Figyelj, de nekünk itt van egy, hogyha gondolod, amíg beszélgettünk, azt... Na, de hát ezt kérdezik, hogy nem tudom betűtted volna hozni, ha mit persze. Ja, ez persze. Nyugodtan közbefolyna magad. Na, egyébként, hogyha csak így üresbe csinálod, akkor is... Rohadt, az persze. Hát azért, hát eleve vagyok, az is van egy ilyen 2-3 hét. Szóval, és hogy a kertben el vagyunk, hát kapitány tudja, hogy futkározunk, kutyák vannak, macskák. Piacra sétálgatunk. Persze. Piacra. Ilyen Erzsébetre járok piacra. Nagy ugyanis, mikor ez a show készült, gondoltam, hogy egyszer végre, itt az alkalom, ez az egyetlen műsor, ahol megtehetem ezt, és ismerve titeket, hogy talán belefér ebbe a teljesen kulturális és elég zártsávú műsorba, ahol
tulajdonképpen nem nagyon lehet improvizálni, nem az extrém sportok helye, és most egyszer hagyd menjek el piacra eladni, van egy kedvenc kofám, Boriskának hívják, akkor mit kofa, hát ez most már pejoratív, de régen ez dicsérő jelző volt, tehát egy eladó, és az ő standján végeztem egy kis eladási műveletet. Nézzük ezt meg, jó? Remélem, hogy meg. Én is láttam még. Ma ingyen vannak a dolgok, tehát kvázi lehet vásárolni, de nem kell érte fizetni. Én vagyok az eladó. Igen. Ez el kell dönteni, most ezt vagy kifizeti, vagy szépen így karikára vágva oda. Lágy, na ugye? Érve, na látja, tudja maga, hogy működik ez. De Boriska életében egyszer ilyen ajándékozó, az a drága jó szíve. Szegény ott hátul néz, hogy Jézus atyám, mi megy itt. Hosszába vágjuk, hogy könnyebben lehessen megköszönni, jó? Na, akkor egészség, egy jó paradicsomot. Jó paradicsom, nem olcsó, ezt elvágjuk így négy fel, hogy kis szaftja is legyen. Jó? Na kérem szépen, esetleg paradicsom légy. Na! Gyere, hánytól 20-at? Jó, várjál. Hát tett ki szépen, szépen. Tárcával együtt kérem, beledobáljuk ide. Ezt így megfogod, ezt meg ebbe a kezedbe így, és akkor már így. Vigyázz, mozd. Életen elszakasz, ugye? Nem vagy ki most a felesége, gyere, ne szórakozzál, csináld, hogy itt a jól érezzél magad. Nem kell kifizetni. Na jó, akkor ez így marad, a többit meg lehet tölteni. Mit tetszik, hogy kéri? Mi van így megijedve? Paprikát. Nem kell kifizetni, most mondom. Az nagy baj. El lehet dönteni, akkor tessék, odaadom egybe, és ki kell fizetni. Ha így elvágom, akkor már nem is kell kifizetni, na? Melyiket választja, mert akkor visszaveszem ezt, fizetve. Na ugye, tessék, akkor most még lecsónak van ott egy kis apróbat is oda. Na hát ez majd maga ez éppen félre megy oda, hátra is. Összerakni, majd lecsónak való. Tessék egy zacskó. Hozzá lecsóba kell egy kis fokhagyma is természetesen. Na hát ez így bele is. Itt csak nem sok pucol. Így szépen a húslevesről telefonon nem érdekes, nem szívja. Már úgy, hogy húslevesbe Isten ezt tegye el emlékbe. Megadtok ijedve így? Akkor tessék vásárolni. Tessék bátran. Fár, hogy egy jó paradicsom, az nem rossz, az útra. Tessék. Nem kell kifizetni, most mondom. Én még ilyetem, hogy ez a kocsolja, az a beszélő. Ez a fiam. Nem hiszi, az ember. Te is, tehát itt van, tessék, megfogni és fogyasztani. Így vidáman énekelve előre a piac. Tessék ezt ideadni. Megfogjuk és lehetőjük. Úgy is esernyő, ezt ki kell is. Paprika, de van már 62 paprika. Akkor tolj paprika, tessék, egy kicsit tojásos a kés. Ez a beszélő. Lecsó tojással, az jó, nem? Legyen szíves lenni. Már is nem kell lemérni, ingyen van, tessék kinyitni a táskát. Ide belevágjuk, ide, otthon úgy is meg kell pucolni ezt a ragyogóját. Négy belé vágjuk, így, ugye. Még egyet esetleg, hogy főzeléknek is hagyd meg. Akkor én is kérek van. Mondom, hogy ingyen van, senki nem hiszi el. Volt egy állati érdekes, kint volt Dezső a sofőröm velem, és ott hátul át, és egy néni tett meg ezt, mi ez valami politikai kampány? Melyik párt mellett? Ugye. Azt hitték, hogy valamilyen politika. Na hát szóval ez volt, de örülök ezt. Figyelj, de és nem üldöznek a múltbéli emlékek nő formájában? Ja, azt hiszem, hogy neked több ezres. Épp elég nekem volt nekem a zalatnai féle üldözet. De nem, hát de én most már csak a darabszámról beszélek. Ahhoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy... Megint a piac, mi? Hogy én borzalmasan lelkis, szerelmes típusú ilyen ember. Ilyen kézenfogós, kisúj, holfény. Kézenfogva, cukiba, ahogy szokott. Igen, kézlóbálós. Igen. Na most én tudtam egy éjszakára, ezt halálkomolyan mondom, tudtam egy éjszakára olyan szerelmes lenni, mint az állat. És tudtam azt, hogy reggel elválunk, és ehhez képest a Rómeó és Júlia egy futó kaland. Akkor hajnalig tartott, és elmegy, és soha akkor Casablanca, és vége a világnak. Egy-két darab. És szóval, amikor halál komolyan szerelmes voltam, azzal egyszerűen nem tudtam annyira szerelmes lenni, ha belekerültem egy kalandba, akkor nem tudtam volna az illetőt megcsalni. Szóval, abban a pillanatban jött a lehetőség, és éreztem a másikon, hogy van kisugárzás, majd később besugárzás. Akkor ezt követően működött a dolog. Na most akkor hallgassuk meg egyik barátodat, volt kollégádat. Jesus. Arról, hogy te milyen szerelmes típus voltál. Mit mond rólad Harmat Laci? Jó. 60-as évek közepe.
vasárnap délután 5 óra, te a Vigyázó Ferenc utca, Skampoló Klub, Rock and Roll, közönség, tele, jampika, óriási a hangulat, kezdje a zenekar, Shadows lemegy. Egy-két-három Shadows számot szoktunk játszani, utána meg szokott jelenni a Laci. Tudni lehet, hogy Laci nagy csajozó volt, szeretett lányokkal, ugye afférokat, voltak afférjai lányokkal, inkább finoman fogalmazom. Színpad hátsó részén volt egy függöny, egy második függöny, ami mögött a zenekar, zenekari cuccok, gitár, tokok, stb. Gyülekeztek, ott tartottuk ezeket a felszerelési tárgyakat. Elkezdtük, mondom, lemegy egy pár Shadows nóta, és vártuk, hogy jöjjön ki a Laci. Semmi, játszunk még egy Shadows-t. Semmi. Gyanús csönd, sehol semmit nem lehet hallani, látni. A negyedik Shadows szám után, mikor már kezdett kínos lenne a dolog, hogy hol az énekes, halljuk, hogy a hátsó függöny mögül Komár Laci hangja. Még Shadows! Még Shadows! Még Shadows! Na, hát stimmel, ezzel a 22 éves korszakból való. Mondd már el, én nekem ilyen tapasztalatom még nincsen, hogy mi a kényelmesebb, a gitártok, vagy a zongora tető húrral? Most hogy gitártokok is voltak, én berendeztem egy műtőt magamnak a külüsszák mögött, ott volt valóban egy pianino típus, egy használaton kívüli pianino zongora, egy pianino. Egy pianino. És ott történtek ilyen gigászi sebészi beavatkozás. De ha hogy lehet rávenni egy nőt, hogy gyere be a függöny mögé a pianinóra? Tudom, én már ennyi időt már nem emlékszem. Figyelj, egy volt a jelszó. Még se volt! Még se volt! Ez jó. Laci is elmélt Komár imitátornak. Mi folyamatosan azon törjük a fejünket a Lajossal, amióta mi ugye együtt járunk fellépni a mi rádión keretén belül, hogy csinálod ezt a mozgást, és egy hallgató küldte meg a megoldást. Igen. Ez a, én nem tudom utánozni, ez az Elvis-es mozgás. Hát ezt nézegettünk filmeket, később az előző időben csak Elvis újságokban láttam a bemozdulásokat, később aztán tényleg is onnan próbáltam. Ez nem az. Ezt nem hiszük ez el. Ez nem az, mi rájöttünk, hogy mi az. Ha felveszed ezt a cipőt, ha felveszed ezt a cipőt, akkor mi bemutatjuk neked, hogy gyakorlatilag te... Igen. Igen, gyakorlatilag te honnan vetted ezt a mozgást? Igen, várj, ez a csizmát le kell venni, itt van egy csizma. Jó, te már készült, tehát nézd, és már ezt én az öltözőmbe mutatod. Hát persze. Na jó. Mutasd meg ilyet, még úgy sem láttam, hogy kell csizmát levenni. Mert ezt csizmában is tudom, vagy ez valami, ez ki ez ne, a cip, ez mekkora? Ez direkt neked vettük. Kicsit nem. Nagyobb, mint az, hogy ránézett, hogy direkt nagyobb, mert valami kis... Jó, nem a Lukas zoknimat vettem. Ne. Van, ja, egy hűha cipőkanalat nem mozdul. Az APEC-nak szoktam. APEC-nak van, APEC ellenőrhöz van cipőkanalat? Nem, lyukasz a zoknim. Várjál, nem mozdul a cipőkanalat, most mit csináljunk? Kérem szépen az eszközöket. Amikkel, Laci mindjárt összeáll. Milyen eszközök? Ez egy nagyon egyszerű eszköz lesz. Ez lesz a táncparkett. Önök is megtanulhatják, hogy csinálja a Laci ezt az Elvis-es mozgást, mert tényleg egy nagyon-nagyon egyszerű és fantasztikus módja van ennek. Mi az, mit csinál? Lak és fekete. Nincs előtt a monitor. Nem baj. Nem csinálom semmit, hanem hogy azt hitt, hogy... Egyiket te, másikat én. Igen. Te nagyobb nevű, és ez nem baj, nem baj, lépjél fel ide. Igen, lépjél fel, és lépjél csúsztasd hátra a lábadat. Igen. Kényelmes, te úgy a cipőben. Ja, hogy az már rendben. Igen, a cipőben hátul, igen. A kedves hallgatónk azt mondta a Komár mozgást a következő képen. Leszögeljük Laci cipőjét a táncparkethez, és ő megpróbál szabadulni. Ez az Elvis mozgás. Következő előadáson már el is marad, úgy látom. Ha ez jó kis fenyő, már a fa. Te mellé ütsz, végem van! Ben van? Ha mellé ütsz, akkor kész vagy. Laci, jövök én. Jó. Arra kifelé. Próbálj egy kicsit lábújhegyre állni, hogy könnyebben. Kifelé. Anyu. Azaz. Jó. Laci. Csak mellé leüsd, csak oda figyelj. Csak kapja csinál. El. Kezedre el, figyelj. Kezedre figyelj. Nem tudom már elkapni, most már nem van. Húha. Ajaj, basz. Jó. Ajaj. Erre picit, tényleg ez legyen már. Sarkaj, ne figyelj végig. Ja. Na, figyelj ide. Van a lényeg, próbálj szabadulni. Jó? Ennyi az egész. 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 Ennyi az egész.
Zseniális volt! Ez még rendben van, ez volt a könnyebbik része, de ha mellé ütöttél volna, akkor itt halok meg. Megmutattál nekünk, hogy milyen az, amikor te igazán Elvis most arra vagy. Gondoltam én, ha már itt szabad a vásár is lehet. Abszolút. Meg láttam itt Elvis imitátorokat az imént. Még nagyon gyorsan annyit, mert ebbe az időbe belefér. Bőven. Hogy én az Elvis imitátorokat nem szeretem. Tehát Memphisben történt még egy eset, hogy a barátom, aki engem elvitt Elvishez, Los Angelesből mentünk, ő fizette természetesen, mert hát hova nekem annyi pénze nem viszett. Fővárosi előadó művész, A kategóriás tánzdalénekes, nem keres Magyarországon hát nem. Annyit, hogy csak úgy kiszaladjon el Memphisbe. Most mindegy, én elkerültem oda, és bementünk egy ilyen, volt ez a halálának 15. évfordulóján volt, és volt természetesen Elvis Presley imitátor verseny. És a Mari be akart engem nevezni minden áron, hogy tudod, hát azért. Igen. Lényeg az, hogy megittunk egy sört, és mondom, Mari, te ígyunk meg még egy sört, és menjünk innen, mert ha 10 percig tovább maradunk, én meg fogom utálni Elvis. És ott volt sárga Elvis, fekete Elvis, törpe Elvis. Jöttek, mentek az Elvisek, mint Disneylandben a Donald kocsonyban, amit kivalósz. Tehát ilyet te még nem láttál. De az, hogy egy-két imitátor, az egy buli, de mikor vannak 50. Amerika hiába. Na mindegy, szóval, na most azért kivételesen a ti kedvetekért, és nyomatékosan kijelentem itt, mert tudom, nem szeretem ezeket a búcsú koncerteket sem, de ezt az Elvis ruhát, amit én tehát Memphisből hazatértem, be csináltattam egy Elvis ruhát, az övet ugyanaz az ember csinálta egyébként, aki Elvisét csináltam, mert hogy a Mari elintézte, és képzeljétek el, hogy amikor megkaptam először az övet, ő állati nagy volt, ugyanis az ember azt hitte, hogy én olyan 120-130 kilós vagyok, és vissza kellett küldenem, és 40 centit kivágtak belőle, és így most már jó rám. Na hát akkor most meg fogom mutatni magamat, ha van itt pár percünk, egy három percet gyors átöltözés, és megmutatom utoljára magam mindenkinek Elvis Presley kosztümben. Nagyon van, köszönjük. És elénekelünk hozzá egy dalt. Várjuk, Laci. Ez nem semmi. Ezek az ideges Elvis mozgások. És a szemüveg ugyanaz, annak a kópia, az eredeti, ezt kint Memphisbe vásároltam, ezt lehet kapni. Lájjál, bocsi, Laci, szolidáris veled. Légy szíves, szeretnék vele szolidáris lenni, ezt tartsd nekem ezt a tükröt, hogy... Igen. Mit csinál, ez a barkót? Ez jó. Ne kettőt tegyél fel egy oldalra. És ne fordítva tegyél. Hú, de jó vagy. Jó, jó, jó. Vedd fel hozzá ezt a szemüveget, Diliből tessék, mert itt... Na? Akár! Jó, jó, ez teljesen! Fekt, hát így már elviszél. És a száj is föl, mint tőle. Na, ezt visszaadom. Adod el az asztalodra. Ezt nem tudod megúszni, most elő kell adni egy Elvis nótát. Jó, na akkor... Well, it's one for money, a two for show. It's a get ready, now go, get go. Seven more books in the show. My blues ain't true. Well, if they knock me down, stay in my face. Say my name on my local no place. But you want to play what you gonna do. Honey, that home I'm up to. Say my blues ain't true. Well, you can do it all right. But it's still my blues ain't true. Guitar. I drink my liquor till we run through town. I do anything what you gonna do. Honey, that home come up to the door. Seven blues
Képes miattatok. Isteni vagy! Köszönöm szépen! Hát körülbelül így nézett az akkor ki, egény gyerek. Hölgyeim, már nekem is szűk egy kicsit. Komár László, eredeti, Laci, igazi. Isteni vagy! Mint minden sztárvendégünk, te is hoztál a műsorba valamit, amelynek majd a bevételét a Gyermek Étkeztetési Alapítvány javára ajánljuk fel. Mit hoztál, Laci? Na, hát én elhoztam azt a bizonyos táncoló fekete lakcipőt. Aj, de gyönyörű. Amiről ezen a bakeliten készült dal szól. Most 1979-ben vásároltam ezt az amerikai gyártmányú lakcipőt, és ő adta az ötletet a dalhoz, a dal szövegéhez, mert Nagy Tibor barátom írta a zenét, én pedig a szövegét, és ez a bakelit lemez 1981-ben jelent meg. És nincs még 21. lejátszva. Éves, nincs még lejátszva. Viszont tiszta új. Hát a cipő az már nem új. Egy kis ekcéma biztosan. Ne van. Viszont elmondanánk, hogy eddig a aukciók, eddigi aukciók eredményei a következők voltak, kedves nézőink, és ez mindenkinek nagyon köszönjük, akár mennyiért is sikerült végül megvásárolni, akármit, de felsoroljuk. Máté Krista Ezüst Gyűrűje 52.100 forintot hozott. Varnusz Xavier fotója 18.400 forintot. Palik László motoros kesztyűje 10.500 forintot. Sas József festménye 70.000 forintot. Vuj Trutko tatárföldi flaskája 100.000 forintot hozott. Kós János korsója 40.000 forintot. Fekete László dedikált zászlója 20.000 forintot. Havas Henrik öngyújtója 73.100 forintot. Bárdosi Sándor cipője 13.600 forintot. És Farkasházi Tivadar könyvei 100.300 forintot hoztak. Tehát aki licitálni akar, az keresse az interneten a www.borosbocskor.hu című internet címet. Így van, és 1000 forint a kikiáltási ár, és ez aztán ilyen szépen fel tud szökkenni. Nagyon szépen köszönjük, Laci, de természetesen mi is adnánk neked egy ajándékot. Hadd adjuk át a Boros Bocskor show szobrát. Köszönöm. Ez a díj minden Mosszín szárunknak. Mosszín stúdió. Így van, abszolút. Nagyon szépen köszönöm, és egy élmény volt együtt lenni. És remélem, hogy nyáron találkozunk. Biztos, hogy találkozunk. Olyan Komár van, László! Köszönöm szépen! Viszontlát. Ha valaki szeretne nekünk írni, ezt megteheti e-mailben a következő címre, borosbocskor@tv2.hu. A pontos postai címünk 1590 Budapest, postafiók 250. A telefonszámunk egy budapesti szám, 267-65-45. És hogyha valaki hiányolna bennünket, amíg nincsen Borosbocskor szó jövő héten, akkor kapcsolja be hajnalban a rádiót, 3-4-6-tól 10-ig most már a Sláger Rádióban ott vagyunk, Bumerang álnéven. Pontosan. És addig is ne feledjék, hogy nem lennénk ilyen jók, ha nem lennénk ilyen rosszak. Viszontlátásra, sziasztok! Működő partneri. Kultorainkat a Silenteri Őr biztosította. A Boros Bocskor Show mai aukciójának tárgya Komár László legendás fekete lakcipői és lemeze. Licitálni a www.borosbocskor.hu oldalon lehet. Kikiáltási ár 1000 forint. Az aukció bevétele a Gyermek Étkeztetési Alapítvány támogatja.